Kezdjünk. És hát akkor csapó és felvétel. Sziasztok, Palkó Dani vagyok, és ma egy vlog videót látsz tőlem, amelyben a YouTube-ozásról fogok beszélni. Hogyha kezdő videós vagy, vagy még nem kezdtél bele a videózásba, akkor szerintem sokat fog segíteni neked ez a videó. De viszont, hogyha már videós vagy, akkor szerintem csak egy kis kiegészítést adok, vagy így összefoglalást így az egészről. Kezdjünk is bele az egészbe! Elsősorban föltennék nektek kérdést, és várom a válaszokat kommentbe. Első kérdésem, ha te videós lennél, milyen témában töltenél fel videókat? Második kérdésem, ha te videós vagy, milyen témában töltesz fel videókat, és az eredeti ötletednek meg sikerült-e eleget tenni, hogy abban a témában töltesz fel, amiben szeretnél-e? Válaszaitokat várom a kommentben. A felszerelések videósonként változnak, mivel ugye a videós állítja össze, hogy milyen legyen a repertoárja, tehát mondjuk most Canon fényképező vagy Nikon, meg ilyesmi dolgok. Ilyesmikről lesz szó, és remélem, hogy hasznos lesz nektek a videó. Beszéljünk először is a gameplay videósokról. A gameplay videósoknak elsősorban nagyon-nagyon jó számítógép kell, ami el tudja futtatni a játékot és a ablakrögzítő programot. Ez a két kritérium. Ugye egy jó gépet, azt én úgy értem, hogy minimum azért i3-as processzor, és akkor majd így szépen tovább megyünk fölfele. Milyen programokat kell használnod? Ablakrögzítő program. Fraps, OBS, Bandicam, ezek a leggyakoribbak, és ezeknek a legjobb úgymond a minősége is. Ezeken kívül még más programok is vannak, de ezek a legnépszerűbbek szerintem, és azért írtam bele a vázlatomba. Vágó programok. Sony Vegas vagy Adobe Premiere Pro? Ez a kérdés mindig is a videósokban eléggé nagy zűrzavart kavart, mivel hát mind a kettő ugyanolyan jó, bár a Sony Vegas instabil egy kicsikét néha, valamikor elkezd rosszalkodni, de az Adobe Premiere Pro-t viszont egy kicsikét nehezebb használni, így mond az én szemléletemből, nekem ez a véleményem róla, bár hogyha azért valaki kitanulja, akkor persze, hogy utána könnyű, de igazából ezt a videósok válogatják meg. Tehát, hogyha a Sony Vegas jó, akkor használd azt, hogyha meg... Tehát, ugye a videósok válogatják meg, ez a két fő vezető vágóprogram van. Photoshop. Photoshopról annyit szeretnék nektek elmondani, hogy Adobe Photoshop ugye a legnépszerűbb, és az a legjobb is. És én elmondanám nektek, hogy hát én nem használok Photoshopot, hanem Sony Vegasba kivágok egy képet a videóból, és akkor azt úgy gyorsan szöveget rá, meg minden ilyesmit, és az lesz a videónak az index képe. Ez lehet, hogy egy kicsikét furcsa megoldás, de szerintem ez sokkal jobb, meg nem kellett még eddig ugye kitanulnom az Adobe Photoshopot, mert nincs energiám, sem most időm rá. Tehát mindenki úgy használja, ahogy van kedve. Vlog videósok. A vlog videósoknak elsősorban kell egy fényképezőgép, vagy videókamera. Fényképezőgépekből, tehát ez a tükörreflexesből mindig is kérdés volt, hogy Nikon, Sony vagy Canon. Általában nagyon sokan a Canont választják, mindenki megválogatja magának, ezek a főbbek, vágóprogramok. Itt is ugyanaz a kérdés, hogy Sony Vegas vagy Adobe Premiere Pro, teljesen mindegy, amelyiket jobban tudod használni, vagy amelyikhez jobban konnyítasz, vagy amelyik szimpatikus, azt használd. Photoshop, Adobe Photoshop. Ha nagyon belássuk magunkat már ebbe a vlogos témába, akkor ugye elkezdünk gondolkozni, hogy mondjuk legyen jobb a hangminőség, legyen szép a kép, tehát ugye reflektorokat is szerezünk meg. Akkor ugye már elkezdünk azon gondolkozni, hogy hogyan tudnánk kiszedni egy videónkból azt a legjobb minőséget. Tehát igen, vagy otthon suflituningolunk, vagy egy halom pénzt ráköltünk. Mikrofon márkákból viszont egy nagyon kiemelkedő van, ez a Rode. Lehetséges, hogy már hallottatok róla, lehet, hogy nem. Én ezt hallottam a legjobbnak. Kicsit kételkedem benne, de lehetséges, nem tudom pontosan. Ami jó, azt használjuk. Téma videósok, filmesek. Nem úgy kell érteni most a filmeseket, hogy hollywoodi filmesek, meg ilyesmi, hanem egy olyan kis közösséget, akik ugye összegyűlnek, megírják a forgatókönyvet, és így egy filmet hoznak létre, és egy közösséget építenek ezzel. Elsősorban ugye nekik kell a kamera, mikrofon, helyszín, szereplők, stb. Egy ilyen közösség nagyon sokra viheti, főleg, hogyha tele van hasznos és brilliáns emberekkel, akik mindenféle dologhoz értenek, tehát mondjuk valaki a színészethez, valaki a vágáshoz, valaki a operatőrködéshez, bármi. Tehát egy igazából ebben jó dolgozni, nem ez a ilyen egyedül déti videó itt a
monitorral, meg a két sufnit, hogy volt softboxal, meg a kamerával. Ez engem nem, soha nem vonzott, néha itt csinálok videókat, de engem inkább ez vonz. Itt igazából már a filmezésbe megyünk bele, ami azt jelenti, hogyha mondjuk sokkal látványosabbá szeretnénk már tenni a kis filmünket, videónkat, akkor ugye itt már animációkat is bele lehet rakni, amiket Cinema 4D-vel vagy Blenderrel is el lehet készíteni. Sokkal látványosabb lesz, és sokkal jobban megragadja a nézőt, hogy igen, ebben van animáció, és meg ilyesmi, és tetszik, feliratkozom. Tehát ők rendesen kihasználják a lehetőségeiket. Persze ugye itt igazából eléggé hosszú idő, mire meg elkészül egy ilyen alkotás, de viszont annál nagyobb visszhangja lesz utána a YouTube-on. Hogyha szeretnénk effektelni, meg különlegesebb effekteket belerakni, akkor Adobe After Effect-et kell használnunk. Ezáltal ugye a videó eléggé, vagy kisfilm, eléggé, hogy is mondjam, látványossá. Igen, látványossá teszi, és hát egy Adobe After Effect-es effektek azért eléggé látványosak, habár ahhoz már egy kicsit két bivajgép kell. Tehát így mindennek megvan így az összefüggése, hogy mit, hogy, merre, hány méter. És ugye, így zárójelben megjegyezni, hogy After Effect-tel tudunk videót is vágni. Összegezzük! Ma nagy vonalakban így felsorakoztattam így a nagyobb csoportokat, ezen kívül még nagyon-nagyon sok csoport van így a YouTube-on. Őket találtam, akiket itt ma felsoroltam, őket találtam a legfontosabbnak, hogy megismerjétek, és remélem, hogy a pályakezdő videósoknak sokat segítettem ezzel a videóval, hogy milyen témába szeressenek el feltölteni majd, és ugye akik így már régebb óta videóznak, azoknak egy kis kiegészítést adtam. Kommentbe írjátok meg, hogy ti milyen témába töltötök föl, vagy hogy milyen témában szeretnétek feltölteni. Ha tetszett a videó, akkor jelezd egy like-al, hogyha nem, akkor egy dislike-al, és hogyha még szeretnéd, hogy folytassam ezt a sorozatot, akkor iratkozz föl, vagy jelezd kommentben, vagy valami, mert így tudom felmérni, hogy lenne-e ilyesféle videókra igény, mert igazából szívesen csinálom, minden héten készülnék egy kicsivel, vagy nem, és akkor majd valahogyan máshogy megoldjuk. Én Palkó Dani voltam, köszönöm, hogy végignézted a videót, köszönöm, hogy lájkoltad, köszönöm, hogy feliratkoztál, köszönöm, hogy diszlájkoltad, köszönöm, hogy írtál, köszönöm, hogy kommenteltál. Hú! Mindent köszönök, akkor így mondom, és sziasztok, további kellemes napot. Vége csapó. Köszönöm, hogy megnézted. Szia! Vége csapó.